Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Oltási akcióhét, az első napon már közel 131 ezeren kérték az oltást. Szerb olajos hordók a település határában, közel 50 tartályt dobtak ki Alsónyék és a Szekszárdi Kavics bánya közelében. Felállították a Tolnai megyeszékhelyi karácsonyfáját, egy 15 méteres ezüstfenyő került idén a Béla Király térre. Balesetet okozott, majd elhajtott, mindent beismert a bonyhádi férfi. Megkezdődött hétfőn az oltási akcióhét, amelynek keretében országszerte 101 kórházban és rendelőintézetben lehet regisztráció nélkül felvenni a koronavírus elleni vakcinákat. A legfrissebb járványügyi adatok alapján az első napon közel 131 ezer oltást adtak be. Ebből több mint 18.500-an az első adag vakcinát kapták meg, míg 105 ezeren a harmadik oltást vették fel. Már kora reggel hosszú sor állt a Szekszárdi Balassa János kórház épülete előtt, folyamatosan érkeztek az emberek, ugyanis Magyarország kormánya az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet rendelt el. Az első két napon, hétfőn és kedden már sok ember élt a lehetőséggel. Az első kettő is megvan, hát csak akkor kaphatjuk a harmadikat, úgyhogy most a harmadikra is feltett szándékunk az első perctől kezdve az, hogy kapjuk meg. Férjem sajnos itt halt meg Covid-ba. A kórházi oltópontokon összesen ötféle vakcina áll rendelkezésre. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Sputnik már elfogyott. A harmadikban, hogy most kaphatom, a Sputnikot nem tudom, hanem akkor amit adnak. Nem válogatok. Az elkövetkezendő napokban a kórházak országszerte megemelt kapacitással, akár időpontfoglalás nélkül is reggel 7 és este 7 óra között várják a vakcináért érkezőket. Azokat, akik előzetesen nem jelentkeztek be, a helyszínen regisztrálják. Én úgy gondoltam, hogy védekezni kell és a családba is. Nem akarnák gondot okozni. Müller Cecília, országos tiszti főorvos, a kormány hivatalos Facebook oldalán megosztott videóban arra kér mindenkit, hogy vegye fel az oltást, hiszen a napi fertőzöttek száma jelentősen növekszik, és a delta variánsnak csak nem 8-szoros a fertőző képessége az eddigiekhez képest. Igazából nem is értem azt, hogy mi az a tény, mi az, amivel szembesülnie kellene azoknak, akik nem élnek a védőoltás lehetőségével, hiszen látjuk azt, hogy nem csak saját magukat, hanem szeretteiket, rokonaikat és a különböző közösség tagjait is megfertőzik, és nem tudják azt előre megmondani, hogy hogyan fog lezajlani náluk a betegség. Országosan 101 oltóponton, Tolna megyében a Szekszárdi Balassa János, a Dombóvári Szent Lukács kórházakban és a Bonyhádi rendelő intézetben várják a vakcináért érkezőket. 6518 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.032.215 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 33.343 főre emelkedett. 6830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.043.000-en kaptak. Tolna megyében 176 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 21.309 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Már a harmadik tesztfázisban jár az a koronavírus elleni orspré, amelyet pécsi virológusok fejlesztettek ki. Kemenesi Gábor ígéretesnek nevezte az eddigi vizsgálati eredményeket. Elmondása szerint a szer képes megakadályozni a vírus szaporodását. A készülő orspréről Jakab Ferenc virológus azt mondta, hogy ha vannak is többé-kevésbé hasznos termékek, a tudomány által leírt kísérletekkel igazolt direkt koronavírus elleni orspré eddig nem létezett. Azt is hozzátette, hogy a szer gyógyszerként vagy injekcióként az emberi szervezetbe jutva idegen anyagként viselkedik, és toxikus lehet, csak orron át alkalmazható. Az abban lévő anyag beborítja a felső légutak nyálkahártyáit, és nem hagyja, hogy a kórokozó bejusson a szervezetbe, tehát megköti a vírus tüskefehérjéit.
Közel 50 olajos és mosószeres hordót találtak Alsónyék határában, valamint a szekszárdi Kavicsbányánál november 21-én. A nyomozás során kiderült, hogy a külföldi feliratokkal ellátott hordókat két férfi pakolta le egy szerb rendszámú 3,5 tonnás teherautóról. Mivel az edények le voltak zárva, így a rendőrség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt indított eljárást. Az elkövetőket akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Erre a látványra bukkant Alsónyék határában a területen gazdálkodó vadásztársaság egyik tagja november 21-én a reggeli órákban. A férfi azonnal felhívta a település polgármesterét, hogy jelentse neki a látottakat, aki ezután értesítette a rendőrséget a közel 50 darab illegálisan lerakott tartályról. A helyszínelés során kiderült, hogy a hordók nem tartalmaznak veszélyes hulladékot. Igazán csak a feliratokról látjuk, hogy a fehér hordók mosószeres koncentrátumot tartalmaznak, a kék olajos hordók az meg valami élelmezésügyi, ilyen futószalagkenő olajat. De mindegyikben csak maradvány van, igazán üresek a hordók. Karácsony Tibor, a társaság vadászmestere úgy nyilatkozott, ekkora mértékű szemeteléssel még nem találkozott a körzetükben, de illegális hulladéklerakatokkal szinte minden héten szembesülniük kell. Elég sok gondot okoznak nekünk ezek az illegális szemétlerakók a területen, több helyen is van belőle. Próbáljuk felderíteni, szinte 24 órán belül megtaláljuk az új szemétlerakást, és több feljelentést itt tettünk már ez ügyben. A vasárnap felfedezett hordóhalmokról készült videót közzétették az egyik legismertebb közösségi oldalon. A bejegyzés alá nem sokkal később érkezett egy olyan hozzászólás, ami újabb részletekre világított rá az ügy kapcsán. A hordókat először a szekszárdi Kavicsbányánál kezdték el kirakni szombaton 2 óra körül, de egy arra futó férfi megzavarta őket, és az elkövetők azonnal továbbálltak. Annyi információ áll egyelőre rendelkezésre, hogy egy 3,5 tonnás ponyvás kis teherautóról pakolta le két ismeretlen férfi ezeket az edényeket. A felségjelzés alapján szerb honosságú járműről van szó. Mindkét esetben megkezdődött az eljárás a hulladigazdálkodás rendjének megsértése büntett elkövetése miatt. Ezért akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőket. A főbb utakon elhelyezett biztonsági kameráknak és a szemtanúnak köszönhetően nagy eséllyel el is kapják majd a felelősöket. Építkezéseket és építőanyag kereskedéseket ellenőriznek az adóhatóság munkatársai ezen a héten Tolna megyében. A revizorok az üzletekben és a közterületen is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Dombóváron, Tamásiban, Pakson és Dunaföldváron lehet számítani. 15 méteres karácsonyfája lesz idén Szekszárdnak. A 2 tonnás ezüstfenyőt a Tolnai megye székhely egyik lakója ajánlotta fel az önkormányzatnak. Kat Zoltánné, a város főkertésze elmondta, a méretes növényt a hét folyamán feldíszítik, de teljes pompájában csak advent első vasárnapján tekinthetik meg az érdeklődők a Béla Király téren. Éppen azt a fát vágják ki a szekszárdi önkormányzat munkatársai, amely a hagyományokhoz híven az adventi és a karácsonyi időszakban a Béla Király teret fogja díszíteni. Kac Zoltánné főkertész elmondása szerint számos szempontot figyelembe kell venniük, mielőtt kiválasztják a megfelelő fenyőt. Most már évek óta és az idén ugyanígy érkezett felajánlás város karácsonyfájának. Ilyenkor a felajánlott fáknál meg kell azt nézzük, hogy egyáltalán a technikával hogyan lehet kiközelíteni, kiemelni a helyéről, és egyáltalán a szállítójármű hogy fér hozzá. A közel 15 méteres és több mint 2 tonnás ezüst fenyőt a dr. Tóth Lajos utca egyik lakója ajánlotta fel a megyei jogú városnak. Ilyenkor azért is kell viszonylag összehangolni a dolgokat, mert ugyanaz a daru fogja most a helyére emelni. Tehát az ugye nem működik, mint otthon a családi fenyőfán, hogy hazavisszük, azt félreállítjuk, tehát ennek ilyenkor mindjárt a helyére vissza kell kerülni, tehát be kell kerülni. Ezt ma el is végzik a kollégák, tehát kibiztosítva kerül a helyére. A főkertész elmondása szerint a Béla Király téren advent első vasárnapján már teljes pompában csodálhatják meg a fenyőt az arra járók. Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó kedd reggel Szekszárdon a Holub utcában. A
A sofőr ismeretlen okból az úttestről jobbra kanyarodva hajtott az oszlopnak. A balesetben személyi sérülés nem történt, a rendőrök az autó vezetőjét megszondáztatták, ami pozitív értéket mutatott. A 65 éves szekszárdi férfi jogosítványát az egyenruhások elvették, és további mintavételre előállították. A férfival szemben a szekszárdi rendőrkapitányságon büntetőeljárást indítottak. Tízen vehették át a mesterlevelüket kedden a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az intézmény most villanyszerelő és szakács szakmában indított 2 hónapos képzést, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatott. Az oklevelet megszerző szakemberek a jövőben többek között gyakorlati oktatóként vehetnek részt a duális képzésben. A támogatott mesterképzés és vizsgáztatásnak éppen az a célja, hogy a gyakorlati oktatóként tevékenykedő szakembereket, akik már gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkeznek, bevonjuk a mesterképzésbe, illetve azokat a szakembereket segítsük mesterré válni, akik gyakorlati oktatóvá szeretnének válni. 25-en fagytak halálra másfél hónap alatt idehaza, közölte a Magyar Szociális Fórum. A szervezet szerint az elhunytak többsége idős, magányos betegember volt, akik fűtetlen lakásukban estek áldozatul a hidegnek. A fagy több olyan embert is elvitt, akik az utcán élték életüket. Az MSZF külön kiemelte, hogy a fagyhalálhoz nem kellenek nagy hidegek, ezért plusz 5 és 10 fok is elég ahhoz, hogy a legyengült idős beteg emberek áldozatul essenek a hidegnek. Balesetet okozott, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről egy bonyhádi férfi. Az eset még januárban történt, most hoztak ítéletet az ügyben. A bíró úgy döntött, nem zárja a rácsok mögé a vétkes sofőrt. Még januárban történt a baleset Bonyhád belvárosában. A vétkes sofőr balra akart kanyarodni egy kereszteződésben, viszont nem vette észre, hogy vele szemben egy másik autó érkezik. A két jármű összeütközött. A figyelmetlen vezető viszont ahelyett, hogy kiszállt volna, egyszerűen elhajtott a helyszínről. A másik autóban ketten utaztak, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. A menekülő 64 éves helyi sofőrt hamar elfogták a rendőrök, és kiderült, hogy ivott, mielőtt a volánhoz ült. A Bonyhádi járásbíróság közlekedési bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottat, segítségnyújtás elmulasztásának büntettében és ittas járművezetés vétségében is bűnösnek találta. Ezért a bíróság 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá kötelezte 400 000 forint pénzbüntetés megfizetésére is, és 4 évre bevonta a jogosítványát. A balesetet okozó férfi mindent beismert, ez pedig enyhítő körülményként értékelte a bíró. A büntetlen előéletű megbánó magatartást tanúsított, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is, ezért a bíróság ezt elfogadta, és nem végrehajtandó, hanem felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Nem hazudott Vice Csilla a bíróság szerint, Péterfi Attila nem fogadja el az ítéletet. Magyar Falu program 8,2 millió forint értékben érkeztek munkagépek kővágó szőlősre. Rendőrök járták a mecseki erdőt, fát ültettek, szemetet szedtek az egyenruhások. Elutasította a pécsi polgármester keresetét a törvényszék hétfőn. A bíróság szerint nem állított valótlant, nem volt becsületsértő, és a városvezető jó hírnevét sem veszélyeztette a civilek a mecsekért mozgalom szóvivője. Péterfi Attila nem fogadja el az ítéletet, szerinte Vice Csilla hazudott róla, a bíróság ítéletének indoklása pedig abszurd. Érdekes felolvasmány, amiben hiba is van, fellebbez az ítélet ellen. Az egyik oldalon Vice Csilla, a civilek a mecsekért mozgalom szóvivője, a másik oldalon Péterfi Attila, Pécs polgármestere, a pécsi törvényszéken hétfő délelőtt. A városvezető perelte be a civil szervezet tagját az állításai miatt. Szerinte becsületsértő és ártott a jó hírnevének, amit mondott róla Vice Csilla. A keresetet elutasítja, kötelezi a felperestő 15 napon belül fizessen meg a másodrendű alperesnek 393 700 forint párköltséget, kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára
36 ezer forint meg nem fizetett illetéket. Az ítélet ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a pécsi ítélőtáblához címzett fellebezésnek van helyettesség helyet foglalni. Ez az ítélet első fokon, vagyis a törvényszék szerint nem állított valótlanságokat a civilek szóvivője, nem követett el becsületsértést és nem ártott a polgármester jó hírnevének. Ezt a határozatát indoklással is kifejtette a bírónő. A peresi állítás tényállítás ugyan, de a valóságnak alapvetően megfelelő, és nagyrészt épp a felperes saját tényállításain az általa nyilvánosságra hozott adatokon alapul, az egyéb közléseket pedig a való tényekből levont értékítéletnek következtetés. Így véleménynyilvánításnak tekintette, amelynek egy választási kampány során a közérdeklődést a számottartó közéleti vita keretein belül hangzottak el. Egy rövid részlet az ítélet indoklásából. A civilek a Mecsekért mozgalom szóvivője Péter Finek a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékenységéről azt mondta, 2008 és 2013 között mintegy 3 millió tonna fa került elégetésre a vezető tudtával. Ez pedig káros hatással volt és van a környék erdeire, a környezetre. Az adatokat Péter Fi előadásából vette át Vice Csilla, ezt a bíróság is megállapította. A polgármester nem fogadta el az ítéletet. Fellebezni fogunk, tök egyértelmű. Hát amit hallottunk a bírónő indoklásaként, az egy abszolút érdekes felolvasmány volt. Én itt hozzáteszem, szerintem van benne majd hiba is, de ezekre majd a fellebezésben kitérünk. Nyilvánvaló, hogy ha ez az első rendű ítélet jogerőssé van, ez azt jelenteni, hogy bárki közszereplőkkel szemben nyíltan hazudozhatna. Én pedig pont ez ellen léptem fel, és pont ez ellen fogok fellépni a jövőben is. Vice Csilla nem hazudott, éppen ezt állapította meg a bíróság. Ezt szegezték szembe Péter Fi mondani valójával az újságírók. A győztes oldalon nem lepődtek meg a döntésen. Ezt vártuk. Ez a magyar joggyakorlat üdes tovább már 30 éve. Én nem értem te a pert. Én azért mondtam, hogy a jelen per felperes, a Pécsváros polgármestere egyetlen dolgot bizonyít be. Bibó szavaival élve, hogy nem demokrata, mert fél a véleményektől. Nyilvánvaló, aki közéleti szerepet vállal, mint hogy a bíró is az indoklásában kifejtette, számolnia kell azzal, hogy kritika éri a tevékenységét. Mondta Vice Csilla védője, aki kiemelte, hogy egy civil vélemény volt az, amit a szóvivő mondott. Ez most a bíróságon is bebizonyosodott első fokon. 8,2 millió forint értékben érkeztek különböző gépek kővágó szőlősre. A kisebb fűnyíróktól a nagyobb traktorig számos munkálat elvégzésére alkalmasak a berendezések. A Magyar Falu program keretében 100%-os támogatással nyert el az önkormányzat az eszközöket. Motoros fűnyíró, agregátor, faaprító és még számos más gép érkezett nemrég kővágó szőlősre. A baranyai település ugyanis sikeresen pályázotta a Magyar Falu program egy ilyen projektjére. A hivatalos átadáson a polgármester kiemelte, hogy nagy szükség van ezekre az eszközökre, főleg az őszi és a tavaszi időszakban. Sikerült elérnünk azt, hogy szinte minden munkára megfelelő gépek álljanak rendelkezésünkre. Tényleg ez nagyon sokat fog jelenteni a településnek az életébe, hiszen nagyon nagy a közterületünk, több részből áll a település, ezeknek a rendbetartása sok pénzbe kerül, és ehhez mindenhez mind megfelelő szerszámmal kell, hogy rendelkezzünk. A gépek mellett egy kis traktor is bekerült az állományba, ezt a jövőben több felépítménnyel is szeretnék bővíteni. Egyelőre azonban egy hozzáértő munkavállalóra lesz szükség, mondta az alpolgármester. Erre sajnos egy szakképzett emberre lesz szükségünk, de úgy beszéltük meg a testület és a polgármester úrral, hogy mindenféleképpen olyan embert szeretnénk alkalmazni, aki egy falugondnoki, falugazdai szerepet tölt be kővágószőlősön, rendelkezik a megfelelő papírokkal, engedélyekkel ezeket a gépeket, tudjuk használni. A kővágószőlősiek egyébként már évek óta szerettek volna ilyen berendezéseket, ami most valóra is válhatott a Magyar Falu programnak köszönhetően, hangsúlyozta Hoppá Péter. Nagy örömöm az, hogy valóban beérett a gyümölcs, és 8 millió 200 ezer forint értékű 100%-os támogatási intenzitású Magyar Falu program pályázat keretében kővágószőlős a legnagyobb
ilyen eszköz pályázatot nyerte el itt a Pécs környéki települések körében. Kővágó szőlősön jelenleg 1350 fő él, amely így a képviselő választó körzetében a második legnagyobb település. Számukra már a szociális tűzifa is előkészítés alatt áll, tudtuk meg a község vezetőitől. 94 köbméter fát osztanak szét a közeljövőben, mellette pedig a lehullott ágakat a most átadott gépek egyikével dolgozzák fel, amit szintén felhasználhatnak majd a helyiek. Fákat ültettek, szemetet szedtek a baranyai rendőrök a mecsekben, mindezt egy együttműködés keretében, amit az erdészettel kötöttek az egyenruhások. Az erdők védelme, tisztítása ma az egyik legnagyobb probléma a baranyai megyeszékhely környékén is. Ebben akarnak segíteni a rendőrség munkatársai, hogy a jövő nemzedékének is megmaradjanak az életet adó fákkal borított területek a mecsekben. Rendőrök az erdőben, a Trippammer fa körüli területen gyülekeztek a baranyai főkapitányság munkatársai. Együttműködést kötöttek az erdészettel, hogy felhívják a figyelmet az erdők megmentésére, a környezet védelmére. A mecsek, a környezet az az örökségünk része, nem magunknak őrizzük elsősorban, hanem a jövő generációjának. És köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen szép számmal eljöttek és részt vesznek ebben a közös tevékenységben. Célunk az, hogy ezt a részt rendbe tegyük, összegyűjtsük a szemetet és megmutassuk az embereknek, hogy rendezett környezetben, kultúráltabban és még szebb környezetben tudnak kirándulni. Elsőként azonban két fát ültettek az egyenruhások. Majd gumikesztyűt húzott a főkapitány is, és kollégáival elindult, hogy megtisztítsa a Trippammer fa környéki területet. Az erdő egy társadalmi ügy, és minden szereplő, aki az erdő gondozásába, megóvásába beszáll, az nekünk segítség. Különösen akkor, hogyha egy közszereplőkből álló testület áll mellénk, és egy olyan ügyben, ami napjainkban azért elég súlyosan nyomasztja, különösen a város környéki erdőket, ez a szemét. Ezt mondta a rendőrséggel megkötött együttműködésről az erdészet vezetője. Ez pedig az a tábla, amelyik kikerült az egyik csemete mellé. A felirat szerint ez a Baranya megyei rendőrök fája. A másik pedig az életfája nevet viseli. Ez a koronavírus elleni küzdelem jelképe Nógrád megyei mintára. Egyébként Trippammer Károly erdőmester volt, aki a róla elnevezett fára menekült fel egy sebzett vatkan elől, hogy az életét mentse. Most a rendőrök védik az erdőt, hogy a fák megmaradhassanak unokáinknak, és segítsenek az egészségesebb környezet kialakításában, mondták az együttműködésről. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Oltási akcióhét, az első napon már közel 131 ezeren kérték az oltást. Szerb olajos hordók a település határában, közel 50 tartályt dobtak ki Alsónyék és a Szekszárdi Kavicsbánya közelében. Felállították a tolnai megyeszékhely karácsonyfáját, egy 15 méteres ezüstfenyő került idén a Béla Király térre. Balesetet okozott, majd elhajtott, mindent beismert a bonyhádi férfi. Szerdán a hideg, fagyos, kötfoltos reggelt követően napos és tartósabban ködös, kötfelhős területek váltakoznak, de előre láthatólag délután már a napsütésé lesz a főszerep, gyenge légmozgással. Éjszaka fokozódik a köthajlam, frontfelhőzet nem lesz felettünk, ismét fagypont alatti mínuszok várhatók. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!